Eszterű, de Szilveszterú, de egy igazgató is lehet elfogult. Olyat jelentek be, olyan művésztőt, akit megmondom őszintén, én nagyon szeretek, a közönség is, elfogult vagyok. Bejelentem önöknek, hogy következik Lórán Lenke. Néhány szót a családjáról? Hát nekem olyan magánok, de nagyon őszintén, a sógorommal volt egy kis nézett teljes eltérésem, mert be akart venni az öregek otthonába, de megúszta. Hogyan? Ön akartam a kerítőt. Igen, kibegurult a sógorom, elment a kocsmába az agyagos földig, leitta magát. Már nem is akart nekem kocsmáros, hogy többet adni, inni, erre azt mondta, hogy én részeg vagyok. Hát ide nézzen, én rögtön lenyomok magának itt 50 fekvőtámaszt. Ezzel neki alatt elkezdte nyomni 10, 20, 30, 40-ediknél tart, bejön a komája, ránéz, azt mondja, hé, öregem, mit erőködsz? Hát nem látott, hogy régen kilopták az asszont alullal. Meg 20 évet ült Pestem. Börtönben? Hogy így börtönben? Kalauz villamosol. Na, meséljen még a gazdaságról, Mari néni. Hát kaptak egy csomó pénzt. Igen, de nem jó pénzt adtak. Valamilyen eírót, vagy mi a rosszságot adtak. Aztán mondták, hogy nem is tartják, meg visszaküldik oda, onnan gyűjt. És visszaküldték? Persze, de az agronom is kitalálta, hogy vezessük be a közös prémiumot a fejőnöknek, meg a teleneknek. Az hogyan? Hát aki a legtöbb zacskós tejet csinálja, az eljeri a falu bikáját. És ez növelte a teljesítményt? Hát hogyne, hát azelőtt 2 óra alatt felt egy asszony 2 tehenet. Mi tartott ilyen sokáig? Nehezen tudták az acskot ráhúzni a tőnyére. Komoly szakember a maguk agronómusa. Nem komoly, azért meg is írta a miniszternek, hogy nem jó, mennek itt nálunk, székes ugaron a gazdasági dolgok. Na és? Le is gyűjt a miniszter, aztán tavasszal kigyűjt a főnökre, és tartott egy rövid lelkesítő beszédet. Rövid beszédet? Igen, mire befejezte, addigra beérett a szöllő. No. Többek között még azt is mondta, hogy meg kell tanuljunk kívülről a Ferencváros összeállítását, meg hogy az összes szelenet fössük be zöldre. Zöldre festeni a teheneket? Persze, de hát ez az agromókusnak nem tetszett. Aztán rögtön ki is rúgta. Ezért kirúgta? Persze, mert az agromókus meg milka tehenet akart. Az meg lila, meg likak vannak rajta. Bizony. Hogyan alakult az iskoláztatása? Megkövallja magának, igen, őszintén nem nagyon, de az unokámat az fölvették Oxfordba. Egyetemre? Hogy is videóra! Gyorsan hajtott a Stradán. Az a hír járja, hogy Mari néninek csuda tévő mustja van, aki iszik belőle, annak szaporább lesz a pulzusa. Nem csak a pulzusa, hanem a járása is. A múltkor is az egész falu futott taszári. Bizony, de az ifor katonák igen kedvesek voltak, rögtön adtak nekünk édességet, meg csokoládét. Milyen édességet kaptak? Hát az anyosom kapott egy dobostortát, a férjem kapott egy ilyen pancstortát. Maga is kapott valamit? Én kaptam a legjobbat. Mit kapott, Mari néni? Néger csókot. Meséljen még, Mari néni, mi újság van még a faluban? Mondja magának be tiszta őszintébe, hogy most kaptunk egy új tisztelendőt. Az meg vasárnap kihirdette a templomba, hogy minden fiatalasszony annyi szál gyertyát hozzon a templomba, ahányszor megcsalta az urát. Hát én kaptam a taligát! Templomacsóban ott áll a plébános, rám néz, azt mondja, ánye, ánye. Mondom, mit ánye, ánye? Még 3-szor fordul.